Sziasztok! Eljött az ideje nagyobb változásnak. Úgy döntöttem, hogy nem csinálok több Minecraftos videót. Azt látom, hogy már kifújt a téma. A gameplay az még hagyján, de ez a kreatív építkezés, kalandpályázás már nem annyira népszerű, mint annó. Meg hát egyre gyakrabban látom azt, hogy van igény más játékokra. Szóval úgy döntöttem, hogy eljött az ideje a váltásnak, és mostantól hát különböző játékokról fogok videót csinálni. Hogy milyen videók lesznek, ezek még nem tudom, az biztos, hogy nem sima gameplay. Például itt van az első ilyen videó, melyben elkalauzollak titeket a Steam könyvtáram legsötétebb bugyraiba. Olyan játékokat fogok bemutatni, ami különböző oldalak akcióiban ingyen szereztem. Tudjátok, szoktak lenni ilyen akciók, hogy most kattints ide, vagy iratkozz fel, és akkor kapsz egy Steam kulcsot. Hát ebben részt szoktam venni, de hát igen, általában olyan is az ingyen játék, mint az ára. Ezekkel jellemzően nagyon keveset játszom, általában az első indítást élik meg. Azért lesz egyébként egy-két egész érdekes játék. Szóval, lássuk. Elsőnek a 8-bit boyt választottam. Ez egy ilyen oldalnézetes, ugrabugrálós platformjáték, mint a Mario, csak bitboyjal. Meg egy új játékot. Értve nem, folytatom ezt, így elindítottam, de csak addig jutottam egyébként, hogy tutoriál. Mármint, hogy így most felvétel előtt. És nem tudom, hogy mozgok, mert annyit se csináltam, csak kipróbáltam, hogy tudok-e fölvenni. Ki tudom ütni, és ha alatt ütöm ki, akkor biztos meghal. Hallj meg! Ez az. Egyébként volt egy ilyen kis bejátszás, vagy videó, nem is tudom, inkább ilyen diavetítés volt. És az a lényeg, hogy a gyerek otthon unatkozott, és behúzta őt a szegája, és most úristen, ez csak átváltozik. Egész jó vagyok. És akkor most itt van. Paf, paf. Jó, mérges tett. Jó. Nincs egy rossz rage game egyébként. Uá! Oké. Okay. De úgy lesz, hogy én rage game-et fogok bele csinálni. Ezt nem bántjuk. De tényleg az egyik blokk alatt viszont van gaz. Jaj. Ez nem igaz, nem bírok felugrani. Hát egyébként, hogy nincs benne semmi különös, tehát a szokásos. Na most merre? Az igen. A szokásos ilyen ugrabugrálós. Jaj! Nem tök mákos vagyok. Eddig nem érzek semmit, ami megfogott volna. És a második pálya meg föld alatt van. Na tényleg tiszta Mario. Hopp, ez szép volt. Uff. De tényleg, beszív egy játék és én meg pusztítom az élővilágot. De jó vagyok. És ennyi volt a harmadik pálya. Hát ez... Jó, láttam, volt sok elágazást, lehetne körülnézni. Ez most komoly? Biztos ki kell ütni, mert... Aha! Jó, végre volt valami más, de... Van egy olyan érzésem, hogy... Na! Így azért nem lesz végig ennyi... cucc. Ez tök jó, de hogy megyek át? Ja, persze. Mekkora szemét ez a madár. Ráugrasz a fejre és Angry Bird lesz belőle. És még egyszer rá kell ugrani, akkor meg Dead Bird lesz belőle. Jó! Jó vagyok. És most piros vagyok, mert felvettem egy olyan
piros málnát. És tudok lőni. És a space-el tudok lőni. Hogy jövök fel? Ó, Istenem. Hát ez egy troll játék. Nem érdekel, megyek tovább. Most a kék vagyok. Hülye madár. Ah, hülye víz! Game over. Ennyi? Reload same. És azt mondom, hogy igen, akkor erről a pályáról megyek. És igen. Jó. De akkor csak ijesztés, hogy game over. De egyébként még ebben is tényleg csont ugyanaz. Kétszer kell felvenni azt a cuccot, hogy tudjak lőni. Ah, Istenem, már megint eljátszottam ugyanezt. És megint a föld alatt vagyunk. Egyszer fönt, egyszer lent. Deja vu-n van. És meghal a vízben, de még csak... Meddig ír az a víz? Hát a derekáig él. Á, de hogy töltem újra. Akkor ez volt az 8-bit boys, boy. Következő. Következően a Racer 8, vagy Racer 8. Milyen vicces, ebben is 8-as van, de egyébként tök véletlen a dolog. Most egy olyat választottam, amivel kemény 5 percet játszottam. Ez így ránézésre egy egész érdekes autóversenyzős játéknak tűnik. Melyen vannak különböző pályelemek, lehet építeni, tök jó. Vannak power-upok, meg minden, lehet forgatni a pályát. És akkor igazából az egész így... Igen, vannak checkpointok is, tök jó. Egy ilyen építkezős, ilyen csővezeték játék. Tehát így forgatod az elemeket. Lehet a pályát forgatni. Hey, de kényelmetlen. Oké, okay, van boost is. És csak úgy tudom forgatni, hogyha ide pályán kívülre viszem egeret. Jó, oké, okay, majd vigyázok azokkal. Ez miért fordult el? Ó, valamit benéztem. Kisiklott. Na még egyszer. Szóval így megy lassan a kocsi, és akkor így... Csinálsz neki pályát. Valahogy csak lehet gyorsítani. De menjünk a kékhez. Tankolni is kell, nem mondod. Ó, most van cél is. Jaj. Közben gyorsulna a kocsi. Ha! Jó, azzal meg lehet lassítani. Hú, ez az. 100 token. És ez a tutoriál volt, és ha mehet a verseny. Csiha. Jó, első persze. Ott a cél. Hát, nem túl izgalmas, mondjuk így versenyzel a kocsival. De valahogy nem, nagyon, nincs tudom, lassú. De persze nem azt akarom, hogy gyorsabb legyen a kocsi, csak a játék tempó olyan lassú. Jaj, nem arra kanyarodtam, mert akartam. Merre fog kanyarodni? És körbe-körbe megy. Akkor menjen így. És ott a cél. Nem is olyan egyszerű. Meg erre. Nem igaz, csak kerülgetni tudom. Ezt is el lehet forgatni? Ó, királyság. Ennyi. És újra betatyogott.
Szerintem az a gond vele, hogy autóverseny, de ott tötyög az autó, úgyhogy ez a felemás dolog így valahogy nem jön ki jól. Hát akinek megtetszett, annak örülök, hogy mutattam egy jó játékot. A következő játék az Enemy Mind, még én sem játszottam vele. Igen, vannak olyan ingyenes játékok, amiket így aktiváltam, aztán úgy csak elfelejtődött a kipróbálás. Hát ez is egy ilyen. A zene valami hihetetlen, olyan nyomasztó. Hát akkor lássuk egy play game. Ez egyébként valami oldalnézetes űrhajós, engem annyira nem köt le ez a stílus sem. Következőnek valamit lerombolnak. De most megnézzük. És mivel irányítok? Got to capture enemy craft. Aha. És a nyilak? Nem. VASD? Nem. Így el kell kapnom. Hopp, elkaptam. Ezt már tudom. Megfordulok, igen. Jé, weapon. Az a különlegesség a játékban, ezt videón is láttam, így lehet elvenni a ellenség űrhajóját, meg hát, mint ahogy kiderült az előbb. Asztok. Egész érdekes egyébként, ki lehet próbálni sokféle űrhajót. Nyomva kell tartani. Csű, nem tetszik az űrhajó. Állj. Hát ez rövid volt. Ez gomb. Ez ott az a sniperes, igen. Jaj, mindig rossz van. Ez egy ilyen űrhajó. Most egy. Ez egy kicsit nagyobb. Mindig rossz gombot nyomok. Hát ez a lövés, igen, ez a foglalás, oké. Jó, hát érdekesebb a játékmenet, de továbbra sem vagyok nagy mágus. Menj meg. Hohohoho! Kifogytam a lőszerből. Még egy oka miért érdemes szerint. De akkor az már nem tud lőni. Ezek egymást lövik szét. Jó, ez egy másik faj. Na jó. Oké, okay. Megvaj. Nincs ilyen kacskaringósan lövök. Pat. Kifújtam az őszerből, akkor hát lesz a következő. Akkor te. Tök jó egyébként, ez úgy már úgy kezd lekötni. Nem fogok vele egyébként videón kívül játszani, nem hiszem, de még egy pár percet elszórakozok vele. Tök érdekes így cserégetni űrhajókat. Jaj! Hú, ez jó volt. Legyen az. Ez jobb, mint ez. Na nem már! Jó, hát ez jó volt. Következőnek egy olyan játékot választottam, amivel egész sokat játszottam, a stream szerint 68 percet, az soknak számít az ingyenes játékoknál. A címe The Culling of the Cows, és körülbelül arról szól, hogy van egy farmer, aki megvédi az ő farmját, és jönnek a zombi tehenek. Ahogy jól emlékszem, hogy zombi tehenek vannak.
Igen, itt rányomok a continue-ra. Aki a következő pályát adja. Így, az veszélyes, mert én már nem tudom, hogy hogy van az irányítás. Most tutoriál előről megy, akkor csak elveszett a mentésem. Jó, egyébként most újra telepítettem. Úgy látszik, ez nem menti felhőbe a mentést. Igen, vehetünk cuccokat. Gyűjtögetünk pénzt, amivel jobban meg tudjuk magunkat védeni. Erősebbeket lövünk, meg gyorsabban lövünk, meg tűretet is lehet venni, különböző cuccokat. Igen, és időnként jön ilyen láda az égből, ami cuccokat tartalmaz, és ezt most hirtelen jegyezem meg. Hát akkor zombi tehén. És akkor van egy ilyen térképünk, amit nem lehet mozgatni. És akkor szépen végigmegyünk a terepen majd. Hát jó, következő. Most már kimannak a gombok. Igen, ott az 5-6-7-8-nál lehet másfajta lőszert venni. Hanem az ezzel lehet írni. Jaj! Most csak felsítem. Ja igen, amit nem szerettem a játékban, hogy így nehéz volt eltalálni, hogy hol van épp a tehén. Úgy körülbelül a hátára kell célozni, látjátok a hasánál elment. Ah, tessék! Megint elment előtte. Hát ez viszont annyira nem tetszett benne. Pénz, egy pénz kell. Hú, és már is tudok vásárolni valamit. Nem tudom, amelyik melyik, de most kipróbálom 6-osat. De most miben más? Ilyen kicsit szétszóródik. Na. Júj! Ilyenkor viszont nem jó. Viszont kettőt is lehet lőni. Ez még idő. Slow time! Ez az. Ja, ez jó. Ja, nem az egész. Az elsőből nem. Haha! Ez egy vonat. Mi van még? A másik oldalon is vannak cuccok, azok ki vannak szürkítve. Ott a ZXCV. Jaj! Fú, hát itt az újratöltéssel rendesen lehet hadakozni. Következő. Hát itt pár házat így, vagy micsoda, pajtát így bevédünk. Úgy van, ami gyorsabb tehén. Szóval ez megint csak egy jobb játék, de megígérem, a következő béna játék lesz. És így el lehet szórakozni, kellően beteg játék. Hú, itt már van csapda is, ez az egyes. Ezt tudom, hogyha közel jönnek, akkor érdemes használni. Ez az. De azért megnyomom. Aha, felvédi a pointet. Igen, engem emlékszem, voltak ilyen fejlesztések, hogy gyorsabban tölt újra, meg többet tölt egyszerre újra. Úgyhogy lehet így taktikázni a pénzzel. Egy kis tower defense játék, vagy inkább pajta defense játék. Na, még egy pajtát. Itt van valami zöld tehén. Szóval, gyorsan megosszuk a 6-osat. Ajj, nem állt. Ott a fejlesztésekből szerintem az X lesz az. Aha. Ott az X az, amivel egyszer két töltén berakok. A következőnél meg mondom 3-at. Állat. Jó. Szeretted volna. Ja, célja, azt nem tudom mi volt. Mi az C? Ó, hát többen legyen a max király.
Persze, hívunk egy ládát. Pénz. Nézem. Ah, még be fog menni. Hú. Hát igen, egyre nehezedik. És semmilyen szépen... kitaprítáztam a padlót. Ez az új padlószőnyek, halott zombi tehenek. Ez új. Ó, sebeszedetlen vagyok. Egy kicsit ketté szakadtam, de majd kipihennem. Jó, hát akkor ez volt a The Cunning of the... menjünk vissza a menübe, Cunning of the Ghosts. Ja, ez viszont tényleg jó, ezt merem ajánlani, így el lehet vele szórakozni, aki bírja az ilyesmit. Utolsónak a Penguins Arenát választottam, Steam szerint 81 percet játszottam vele, még többet, mint az előzővel. Igen, egyébként tényleg jó. Jó, azt ígértem, béna játék lesz, de hát nem bírtam kihagyni ezt, mert ez is egy egész jó játék, tehát így elszórakoztam vele egy keveset. Most csak így helyileg szeretnék egyet, a create megvan, így offline egyet tolni. Ugyanis ez egy ilyen deathmatch játék, legyenek csapatok, legyenek két csapat. Jobban szeretem több csapattal, legyen több csapat. A nehézség... és ennyi. Jó. Fogalmam sincs már, hogy mik a gombok. A lényeg az, hogy vagyunk egy ilyen jégtáblán, pingvinek, fú, de érzékeny. Lövöldözünk. És ezzel nem megöljük a másikat, csak így arrébb lökjük. És a lényeg, hogy lelökdösd a jégtábláról. Úgy. Jaj, engem is lelöktek. És akit lelöknek, azt megeszi a cápa. Csak nézek, nem tudok repkedni. Jó, hát ez gyors volt, meg akartam mutatni a cápát, hát jó közelről megmutattam. És vannak ilyen fölvehető cuccok, amiken ott a nyíl van. Itt én van olyan, például ez a kampós mancs, azt hiszem az, hogy nem tudnak ellökni, vagy nem csúszol el valami ilyesmi. Meg vannak másfajta lövések, van olyan, ami soroz, ami több irányban lő, nem is tudom már. Kicsit olyan kvékes hangulat, hogy így középről lő az ember. Meff, repülj. Hopp, felvettem valamit. Ez egy ilyen robbanó hal volt. Ja, ez az a pálya, ahol majd leolvadnak ezek a... jég... akármi. Ez kék az velem van. Jaj, úristen. Nem érzékeny egész helyes vele célozni. Fú, nagyon mennek a rózsaszínek. Ez a sorozó, ugye? Aha. Hopp, szevasz. Itt van egy bomba. Nem bírom felvenni, olyan érzékeny, de át tudom állítani. Hát most mondanám, hogy shoot mania, de azért annál nem jó. Most kellett volna ott a szélén, ne! A másik beesett, nem valami tövöldöz. Mi történt? És komolyan mind a kettő leesett, lelökték egymást, vagy mi? Hát jó. Ennyi. Jaj, ne, miért? Kicsi ez a pálya. Fú, panyek, mi volt ez? Reinkarnáció. Még egy reinkarnáció? Nem. Ez így gyors volt. Egy kicsit hihetetlen nekem, hogy ezzel 81 percet játszottam. Egyébként tényleg tetszett, csak meglepő, hogy ennyire.
Na, csak nyertek a sárgák. Szerintem akkor még nem volt meg a shootmania is azért. Nem már! Reinkarnációja. Ez meg mi? Te, mi a szemét domboli? Puff, te vasz. Neked is. Esett. Hohoho. Meg se állsz a vízig. Ez ennyi. Ez meg hogy? Azt fogadjunk őket lökte le. Igen. Aj, Istenem. Aj. Egyébként még vannak játékok a könyvtáromban, amiket el se indítottam. Ha érdekel esetleg titeket, igen, most jön a szokásos szöveg. Ha szeretnétek még, hogy... Ó, az Isten, hogy ne essek le. Ha szeretnétek még, hogy ilyen videót csinálok, iratkozzatok föl, meg lájkoljatok. Na de komolyan szóval, hogyha érdekelnek azok a játékok, amiket még én se láttam, sőt, addig meg se nézem. A Steam fiókom sötétebb, legsötétebb budja, ja, ez velem van, legsötétebb budjaiból, akkor mit tudom én, mondjuk kommentbe írjátok, és hogyha azt látom, hogy tényleg, hogy sok embert érdekelnek, hogy milyen ingyenes játékaim vannak még, akkor csinálok még róla videót. Egész jól állunk. Puff, szevasz, nem. Meg vagy még. Az. Szevasz. Azt hittem le fogok táncolni. Jó, ez volt a Penguins Arena. Most így hirtelen ennyi játékot szedtem össze, de mondom, kommentben jelzétek, hogyha még szeretnétek látni. A kézikő, illetve sziasztok!